Szép jó reggelt kívánok! Elindítom a keddet. Abból ahogy kijöttem innen a parkolóból. Fél négy van, sok látnivaló nem lesz. Majd jövök, amikor bevilágosodik. Visszatérünk ide az A7-re. Szeretek ilyenkor menni. Nincs dugó. Kevés az autó. Lehet haladni. Na megyek aztán majd, ha valami lesz, akkor jövök. Na elérkeztünk ide a 7-es 44-eshez. És mi a 44-es felé folytatjuk tovább az utunkat. Elmondom a kedvenc üzeneteimet addig, hát most úgyis ráérünk, hogy újra tervezés. Ez olyan jó pofa. Egyrészt ugye simán félreérthető, tudom, nem nagy vicc, de én nekem mindig ez ugrik be a gimnáziumból, újra tervezés, mert hát végülis újra én sumarokra terveztem a tínédzser éveim alatt főként. Hát végül is igen, végig gondoltam, hogy ez hogy érthető fél. Csak azért minden. Hogy de más... Mivel sok látnivaló nincsen, 5 óra 20 van egyébként. Csavarodunk rá 44-esre, amin aztán megteszünk 42 kilométert. Időközben megérkeztünk ide Töksterbe, ide hozzuk az első rakatot. 6 óra 42 van, és 1 kilométerre vagyunk az első lerakótól. Még nagyon korán van, még ugye sötét van, 3-4 pedig, én nem tudom, azt hittem már azért világosabb lesz. Megyünk 1,3 km-t és már meg is érkeztünk. Mondjál neked a bácsi egy új útvonalat, szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tudj maradni. De aztán nem elszúrni, ám! Megérkeztünk. Eltáll vége erre. Hát akkor ide jöttünk. Megjöttünk. Ide félreállok, aztán meglátjuk, hogy mit szólnak hozzánk. Lehet, hogy be kell mennünk a csarnokba, de hát nincs itt még senki, úgyhogy jók vagyunk időben. Megjön. Jó helyen járok. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? És az a helyzet, hogy itt azt mondták, hogy itt az épület mellé jobbra kell betolatni, hát itt el kell menjek balra, és akkor oda vissza kell tolni. Úgy tudjuk megtenni, hogy ide jó kihúzzuk, és akkor oda szépen visszatolunk a nyeresbe. Nem egy nagy durranás, csak... Pont itt az épület mellett van egy kapu, és itt be kell toljunk. Azt mondták, hogy jó, közel álljak ide a jobb oldalhoz, nekünk jobb oldalhoz. Hogy akkor azt is tesszük. Én gondolom, hogy ennél közelebb már nem tudom menni.
Igen, ez egy kicsi a... Már is ugye a vizuálom, hogy elkérdezni a hátból. Remélem ennél háttér nem kell mennem. Még is egy kicsit. Jó, hát itt nem sokat rakunk ám le, úgyhogy itt már jó is vagyok. Megkezdjük a lerakást. A lerakás vége van, indulunk. Kihatolunk innen. Mehetünk a következőre. Ami mintegy 90 kilométerre van ide, majdnem 100-ra. Megyünk 1,3-at egy körforgalomig, közben ugye kivirult az idő, jöttem esőbe is egyébként, simán megvolt a 11 órás pihenőidőm egyébként az éjszaka, hát ugye úgy indultam el, hogy hát talán 11 óra 30 perc, hogy valahogy így volt a pihenőidőknek a vége, Höxtert elhagyjuk. És akkor robogunk a második lerakónk felé. Majd elfordulunk majd mindjárt jobbra. A második utcán én jobbra fordulok. Hát... Tévsebesség, gratulálok! Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. Jobbra? Kanyarodjon le valahol, ahol hát úgy sikerül. Te mit csinálsz úgy az életben egyébként, amikor mondjuk nem vezetsz? Hát lekanyarodtunk, hát ilyen az út végig, úgyhogy olyan sok látnivaló nincsen. Csaknem a trafipaxok, amik esetleg vannak. De haladunk szépen. Van az, jó, az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani egy picit. Jobbra megyünk, meg ide lecsavarodunk a láng, mármint a valójáróhoz. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Ötvenes vezetés idővel vagyok, ugye 3,5 órába értem el a... Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Az első lerakót, úgyhogy még egy fél órát. Itt kivettem egy negyed órást, és most még egy fél órát kell, hogy vegyek valahol. Forduljunk szépen jobbra, aztán majd kiderül. De jó, hogy nem itt születtem, te jó Isten. Nagyon ronda környék. És robogatunk tovább.
5,3 km-t megtéve itt most településre érkezünk. Belle. A neve. Ráadásul ez egy elég nagy településnek néz ki. Házak, takaros is. Előkeltek. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabíró tokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. És aztán települést elhagy rá. Robogatunk tovább ezeken a gyönyörű kis adregényes erdős tájakon. Szeretem az ilyeneket. Olyan nyugalmat sugároznak. Egy 65 kilométerünk van még vissza, de hát mint mondottam volt, meg kell állnunk egy 30-as pihenőre. Úgyhogy megkeresünk egy kis parkolót, aztán ott megpihenünk egy picikét. De addig még robogunk. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Nem szeretnének mindenféle hülye információkat feltartani, de érdemes jobbra tartani. Akkor itt most jobbra tartva rámehetünk az egyes számú útra. Tarts jobbra! Balra! Ráadásul autóút, úgyhogy ez amelyik haladni is tudunk. Ja, hogy itt van kanyarodó sáv, azt mutatja nekünk a tábla. Van egy parkoló 400 méterre, ha sokat jól ülsz autóban? Hát szerintem ide ki is hittenek. Bár azt írja, hogy utánfutóval nem, meg lakókocsival sem. Úgyhogy akkor megyek még tovább egy picit.
A teherautós volt, úgyhogy lehetett volna bemenni. Na mindegy. Lesz még itt, biztos vagyok benne. Egyébként is még van fél óra vezetési idő, addig csak lesz. Na itt jön megint egy ilyen kis pihenőcske, úgyhogy ide beállok egy fél órára, aztán utána majd megyünk tovább. Nem kockáztatok én, az a biztos, hogyha teli idővel fogok menni tovább. Eltöltünk egy fél órát, csak kérem, pihenőidő lejár. Indulásom. Csak hirtelen áll, mert itt megjönnek közben az autók elé rendesen. Na mindegy, szóval röpülünk tovább. Fölvettük a forgalom ritmusát. Megyünk még itt 20 km-t a körforgalomig. Érkeztünk a körforgalomhoz, ahol mi fölhajtunk a 33-as számú pályára. Ah, egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második járat. Most a második kijárat, az a jó. Menjünk le az autópályáról, mert ha belefutottunk egy trafipaxba, akkor ugye nem fognak megtalálni. Na jó, hát mondjuk hazaküldik a fényképet az üdvözlő. Most nem sokat leszünk az autópályán, elhagyjuk azt. És hajtunk róla. Fegyüljünk el a nép között, menjünk le az autópályáról. Még talán 35 perc múlva oda tudok érni. 32 kilométerre van a rakó. Megnézzük erre. Mehetnék pályán is, de az majdnem kétszer annyira ennyi lenne. Lehet, hogy gyorsabban tudnék haladni, de szerintem annyira nem. Ide jött egy virult az idő. Ismerős ez a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Szépen a főutat. Jó? Na. És ez alatt mondjuk halkan zenét, csak azért halkan, hogy mondjuk engem mindenképpen hall. Majd időnként így felbukkanom, hogyha szabad, de tényleg szabad? Oké. Hogy majd időnként mondok neked ilyen közlekedési információkat, ami hát jelen esetben csak annyi, hogy még mindig van alattunk út, de mindegy, azt én időnként el fogom mondani, és időnként megpróbálom így fogni a kezed, hát átvitt értelemben, hogy ne érezd magad annyira egyedül ezen a hosszú úton, és főleg, hogy ne tudj telefonálni senkinek, mert azt nem szeretem. Nem is jó, mellesleg. Egyébként is csak kihangosítóval szabad, de mondj, szerintem az úgysem jó. Én sokat gondolkodtam ezzel, hogy szerintem az is elvonja az ember figyelmét. Mégiscsak oda kell figyelni valahogy, nem úgy, mint rám. Hát látom a szemeden, hogy nem figyelsz. Ha-ho! Na és itt most haladunk 22 km. A 64-es úton
aztán most navigációk egyetértenek benne, hogy itt elkanyarodjunk balra. Hogy oldjam ezt meg standard GPS-vel? Később balra. Hoppá, fügyül az esmegyő. Nem, nekünk ez a település, ez jó is, ez a Langenborg. Oda megyünk. Jobb, ne bal, bal, balra megyünk, igen. Sokat ülsz autóban? Így, és itt most megyünk 8 km, és meg is érkezünk szinte a felrak, vagyis a lerakóra, bocsánat, a második számú lerakónkra. Érkeztünk Langenbergbe. Hát itt lesz a lerakásunk, de itt szembe nem tudok bemenni. Én tudom, hogy ez így bonyolult, de az első, második, harmadik utcán kell majd balra menni. Csak hogy ott nem lehet. Már balra lehet, hogy el tudok menni, egyenesen nem biztos, hogy engednek, és akkor az úgy jó. Igen, arra egyenesen nem engednek, és akkor itt el tudok kanyarodni balra. Menjél a balra. Oké. Hát az nekem mindegy, mert én ide jövök ehhez a céghez. Megérkeztünk. A lerakás vége van. Más van. Menjünk az utolsó lerakóra. Hausfahrt, nem az kiára. Erre van úgy, hogy már robogunk is. Ez milyen, hogy a harmadik utcán kell jobbra fordulni, hogy mindegy, én már most szólok. Aztán legközelebb lesz olyan is, hogy a 17. utcán forduljon Schrehen jobbra. És most ez az utolsó kis dologgal menjünk vagy 2 órát. Egy óra vezetésem már elment. Hatolunk ki a cégtől. Itt szembe itt jöttünk be. El kellett kolbászolni oda hátra. De minden rendben volt, leszették volnunk a motyót. Cuccost, aztán most már mehetünk is. Tíz óra tíz van. Jobbra megyünk, jobbra! Kérem, a GPS-be dobjon be egy 5000-est. Ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál. Balra! Kosi minősvényen megyünk végig. Mit nekünk? 130 km. 450 km. Nem hülyeskedek komolyan. Menj tovább több mint 450 km. De hát én bízom benne, hogy ez nem lette meg önt. Most azért váltottam magázásra, mert nem vagyok egészen biztos a dolgomban. Ha ez most meglepő információ volt, ugye, hát mondanám, hogy nyomja meg az egyes gombot, de hát beszélgessünk. Egyszerűen csak szóljon. Kérem, hogyha mondjuk ez meglette önt, hogy én ezt mondtam, hogy menjen tovább előre 450 km-t, mert teszem, hogy csak a sarki vegyesboltba indult el, akkor azért úgy mászkáljunk egy picit a menürendszerbe, mielőtt még ugye az történik, hogy 450 km-t megyünk, és utána jövünk rá, hogy hoppi-hoppi. Volt ilyen egyébként, hát ez már nem az első készülékházam, hogy őszinte legyek.
de hát többször is ugráltak rajtam ilyen típusú hibák miatt. Esküszöm, nem én tehetek róla. Amilyen a bejövő adat, tehát hogyha a térképen ez van, meg... meg ha rossz papírt nézek... mindegy, apika... Piroska megy az erdőben, és a bokorból kiszól a farkas: szervusz Piroska, mi van a kosárkádban? Sajtocska, kenyérke, és még, szól a bokorból a farkas: borocska is van, és még, és van még kiflicske is, papír nincs. Na itt most megyünk 8 kilométer. Utána majd, 130 kilométerre vagyunk, ami 2 óra, arra fogunk menni bundeszezünk végig, semmi gond. Úgy se jutnánk előrébb, hogyha pályán mennénk, csak a kilométer lenne hosszabb. Herzebrockba érkezünk. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Megtekinthetjük ezt a települést is. Szép, takaros. Végés a településnek, következő település pedig Klárbolc lesz, 3 kilométer. És érkeztünk Klárbolcba. Rögtön egy lámpó állja az utunkat. De gyorsan vált. Már roboghatunk is tova. Itt nem kell pucolni a házakat, gyönyörű szép fingeltéglával ki van rakva. Nagyon szépek voltak ezek a sövény, vagy nem is tudom mi ez a tuják. Csavartuja, gömbtuja, volt minden. A település végén egy autókereskedés. És röptethetünk 6 kilométer. De furcsa, hogy tettek ide egy lámpát, és nem engedik az autókat befelé. Lehet, hogy sok az autóben. Érdekesség ez is. A Németországban vagyunk, kérem szépen. Kettővel előttünk Trabant 600.
egy S típusú személygépkocsi, roppant jó állapotban. Német rendszám, ahogy az dukál. Közben érkezünk Bélembe. Nagyon jó karban lévő kis trapci. Hát, ködlámpa, tolatólámpa, minden, ami kell. Elhagyjuk a települést, a következő 9 kilométerre van, úgyhogy odáig robogunk. Érkezünk a településre. Marendorf a neve. Az valószínűséggel. Elég nagy település lesz ott van Warendorf. Jó hosszan belemegyünk. Észeljük a települést, a várost. Itt a trakci, elkanyarodik balra. Lámpa enged minket. Ó, milyen szép színes ló volt a jobb oldalon. Előbb-utóbb minden lámpa zöldre vág.
és piroska. Hát ez már itt az ipari park része ennek a településnek. Bevásárlóközpont, autószalon. És aztán vége is. 14 km múlva lesz a legközelebbi település. Addig pedig más dolgunk is haladjunk. Münsterbe érünk. Sokára fordulunk az egyesre. Brénán felé. Itt most mi van? Lámpahálja útunkat. Azért vannak unalmas dolgok az életben. Az ember itt ül egy ilyen icipici kis dobozban, és ilyeneket mondok, hogy majd nem sokára jobbra, majd egyébként nem sokára jobbra megyünk, de az még odaébb lesz. Szóval, hogy itt ülök, és csak unatkozom. Hát majd nem sokára jobbra megyünk, ez igaz. Hozzá a következő lámpánál. Jobbra? Kanyarodjon le valahol, ahol hát úgy sikerül. Szemben nem mehetünk be, mert ott magasságkorlátozás van. Itt jobbra kell, hogy menjünk. A második utcán minden jobbra fordul. Még te is. Nem régóta ismerjük egymást, de mondanám, te tényleg csak azért, hogy számíts rá, hogy kompon hányok. Ó,
Menjünk 3 kilométert. És aztán azt hiszem, egy kicsit már menjünk már autópályán is. Mennyit vár, hogy ma mászkálni? 'Ba enged minket, aztán mehetünk is tovább. Ez nem kis település, szó se róla. És hangulatos. Hát azért tudod, most komolyan, hát tehát az ember itt ül ebben a egyébként marha nagyon-nagyon, és hát nem is tudom, hogy mit akartam mondani. A lámpa engedett minket, és nem sokára itt elfordulunk majd jobbra. Hello, szép fiú! Mindjárt jobbra! Meghozzá, ha minden igaz, akkor...
az én disznóm Ízike, jobbra megyünk Ízibe. Kialudt a piros lámpa, az a zöldet jelenti. Nem tudom, hogy a mobiltelefonok mit hordják fel az orrukat. Azon kívül, hogy plusz produkciójuk, hogy hangfalakra rá tudnak szórni ilyen tipikus szarzőreit, azon kívül én nem sok nevezőséget tudok benni. És hogy le tud fagyni? Hát, most mondd meg őszintén, én mikor fagytam le utoljára? Azért az ilyen navigációs eszközök nem is nagyon szoktak. Vagy hát nagyon kínos, amikor. Na de hát, az nem én vagyok. Majd próbáld meg, próbálj ki dolgokat, tudod? Jó, kétségtelen mondjuk, hogy nem fogadok menet közben hívásokat, és nem váltok cellát 300 km/h-val. Na és, ő meg erre van, gyorsabb is a processzora, és még így is, gyorsabb processzorral ő sokkal többször tud lefagyni, és lassabb a menürendszere meg minden. És beszél az annyit? Hát beszél az. Mikor beszélgettél utoljára mobiltelefonnal? Márhogy magával a készülékkel? Elhagytunk Münstert. Itt most megyünk 45 km. Na itt jobbra kell tartanunk. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Lassan húzódj jobbra. Elmegyünk a 31-esre. Egy 8 km. Tessék belenézni a bal oldali tükörbe, arra kell tartani. Vezetési idővel vagyok, tehát összesen ma már 7 órát vezettem, és 12 órát. Most fölveszünk a forgalom ritmusát. Most megyünk 7 km. Elhagyjuk az autópályát, megérkeztünk ahhoz, ahhoz. Járt jobbra. Vagyunk már csak a utolsó lerakónktól. Forduljunk szépen jobbra, aztán majd kiderül. Hogy lehet lecsalogatni egy félkarú szőkenőt a fáról? Integetsz neki. Itt most megteszünk 5 km. A körforgalom igen. Ha jól látom, úgyhogy majd akkor jövök. Elérkeztünk a körforgalomhoz, amiből jobbra fogunk kimenni. Csak 4 kilométerre vagyunk a lerakótól. Ó, oh, körforgalom, imádom! Az első kijáraton kell meg kimenni. Első kijárat, első kijárat, első kijárat! Drámaian szeretném ezt így előadni. Körforgalom jön. Két kilométer múlva.
körforgalom. Hát mi van ennél szebb? Gyöngyvirág, körforgalom, lombhullás, csodálatos. Az első kijárat lesz szép, meg jó. Hova mi? Első kijárat. Az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Itt is ki van táblázva, már a cég, azt tetszik nekem nagyon. Itt van az ősz, itt van újra, meg mi is. És akkor itt megérkezünk. A céghez. Valahol itt lesz a lerakásunk. Itt. Lerakás vége, indulás van. Meg is jött a munkánk. Kettő kilométerre kell menjünk. Legtöbbször azt szoktam mondani ilyenkor, hogy egyenesen, de inkább menjünk balra. Ha ő japán lány, akkor írjon levelet, csak érthetően mondom, mert ha japán, akkor nem beszél jól magyarul, gondolom. Please write me a letter yakso@yakso.hu. Kilódulunk, aztán megyünk. Településre értünk. 17 kilométerre vagyunk a felrakótól. Most merre járunk? Tetszik ez a fenyő itt jobbra, ez nagyon szép, ilyen nagy, ma még nem is láttam. Templom. A lámpa is kedvez nekünk. Jó dolog ez az érzékelő. Menjünk most 6 km. Ez a Putkráj. Úgy a picike kis település, Kráes, meg Grész, nem tudom, hogy hogyan kell mondani. Akarsz csinálni egy 300 ezer fölötös számlát? Én pedig mindjárt jobbra fordulok. Figyelje a számat! Jobbra! 10 kilométerre vagyunk a felrakótól. Nincsen szép színed.
most megyünk 1,3-at, ahova értünk. Nagyon szép kis házikó, tóval. Ficikém, jobbra megyünk. Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alagutat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Nagyon szép házak. Kilométerre vagyunk a felrakótól. És itt most 450-et megyünk, egy körforgalomig. Szép ez a kis település is. Már érdekes módon, hogy mindegyik szép. Megjöttünk a körforgóhoz. Hamarosan körforgalom lehet, ha kitekintenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre. A második kijáraton majd kijövünk. Be vagyunk? Oké, második kijáraton... Most... Nézd el! Találtam egy kondenzátort, már itt mellettem. Az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkorát ütött rajtam, egy körforgalom jön. És még mindig településen vagyunk ám, meg itt vannak ilyen kis elkerülő utak. Report race. A megint egy kis páros rész. És fél kilométer a célig. 1 órától 15 óráig lehet rakni. Úgy néz ki, hogy jól néz ki. Ami 14-re ott leszünk. Csodálatos kör. Ah, egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második kijárat. Szoborral a közepén. Egy énekes.
a második kijárat a miénk. Udo Lindenberg. Ki az, de valami énekesnek néztem. Tornatanár utolsó mondata. A gerelyeket dobjátok ide. De lehet, hogy ő volt az, aki a szobrot csinálta, ezt meg nem mondom most. Aztán, ha a lámpa is enged majd minket, akkor folytatjuk tovább az utunkat. Megint csak itt jobbra ez a fenyő, nagyon szép. Hát 1,7 és megérkeztünk. Igazából belenyúltam a zsebembe, és találtam egy csokit, de el kell mennem mosakodni. Balra kell majd mindjárt menni, addig szerintem állj meg. Hát itt meg is állunk egy picikét. Elefántszobor. Delfin, meg oroszlán, van itt minden. És ott a lámpánál elkanyarodunk a balra. Az első utcán jobbra, nem, a második utcán és balra. Amikor az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Megnézzük most, hogy van a cég 500 méterre. Jaj! Annyira jó! Szeretem ezt a játékot! Megjöttünk a célhoz! Képzeld el! Hát még egyelőre nem látom. Még elrébb lesz egy picit. Ötös számot kell nekünk megkeresni. Nem figyel. Akkor maradjál. De szerintem meg is jött. Kérek fanfárt! Itt
mindegy, megérkeztünk. Igen, az egyik felrakás megtörtént, még van kettő. Van, persze, csak hülyeskedek, arra kell majd menni mindjárt, de még nem. Mert ugyanis nem egy helyen lesz a felrakó, hanem kettő helyen. Úgyhogy megyünk a másikra. Balra. Hát itt más felé nagyon nem is tudok. Tulajdonképpen most egy kicsit elveszítettem a fonalat. Menjünk vissza megint egy kanyarra. Nézem balra. Jobbra sokkal később, és egy kicsit később balra, és lesz még egyenesen is, de az a jobbra után van, azt hiszem. De hát aztán majd még megnézem addig a térképet. Tudsz követni? Megpróbálok. A második utcán fordulj balra! Ott balra? Ott nem biztos, hogy lehet. Mindegy, majd megnézzük. Itt azt mondja, hogy hát nem lehet. Meg kell, hogy forduljak majd. Most balra fordulósat játszunk. Hát igen, majd igen. Meg kell, hogy forduljak valahol. Én is elszúrtam. Mutatta a tábla, hogy itt nem lehet balra, úgyhogy... Semmi gond. Megoldjuk. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Ez azért nem egy szép környék, halljuk be. Ha jobbra mégy, majd mindjárt, akkor ott sokkal szebb házak lesznek. Forduljunk szépen jobbra, aztán majd kiderül. Itt jobbra. Olyan helyes kis kínai tranzisztorral jöttem össze itt be, a dobozban. Körforgalom jön. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Kiárat, majd ott. Nem értem, hogy miért nem megyünk milyen jobbra. A négyesen menj ki. Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Balra, nem nézem. Jobbra mindjárt, már nem sokára.
Na, Mizu. Menjünk jobbra. Elmegyek inkább egyenest. Újra tervezés. Így lesz a jó nekem, igen. Megyek arra vissza. Menjél szépen egyenesen, de csak addig, amíg jobbra nem kell menni. Jobbra megyünk, jobbra! Minden jöttünk gyakorlatilag, de hát... Nekünk még tovább kell menni arra balra, úgyhogy arra kellett volna menjek, de hát mindegy, így is jó. Kicsit keverjünk, de hát meg lesz ez. Hogy majd balra kell majd menni. Balra majd a legvégén. Talán másfél kilométerre. Önnek elkódoltam az egész autóját. Ahhoz, hogy megadjam a kulcsot, a bankszámlámra kellene átutalni egy nagyobb összeget. Csak az előbb ott nem tudtunk elfordulni balra, így most el lehet. Balra megyünk. Így lesz a jó. Elhagyva Gronaut, itt aztán bemegyünk jobbra az ipari park részre. Aztán majd mindjárt fáj a derekam, csak az én nyökök. Ilyen mindjárt jobbra megyünk kicsit később, én meg bekenem magam valamivel. Meg tudnál állni, Bici? Jobbra megyünk mindjárt. Itt becsérünk jobbra az ipari park részre. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Pedig balra megyünk. Gyere. Gyere. Menjünk balra, vigyázz a falra. Igaz, hogy zsákutca, de ez nekünk nagyon jó. Azt kell fogizni. Egy GPS-nek ez a legszebb pillanat, amikor azt mondhatja, megérkezés az úti célhoz. De érted? Megérkezés az úti célhoz. Hagy mondjam el még egyszer. Megérkezés az úti célhoz. Igen, megérkeztünk. Ügyes vagy, és én sem vagyok hülye! Megjöttünk.
szépen beparkolok. Nem megyek érdeklődni, hogy mi újság van itt Kudrinka utcába. Megérkeztem. Hát kérem, úgy alakult, hogy felrakás megtörtént. A helyzet a következő, 18 óra van, ugye nekem 16-20 vagy 18-20-ig van munkaidőm. Úgyhogy ide ki kell, hogy álljak, azt mondták, hogy itt az utcán lehet parkolni. Meg kell nézni, hogy hol van itt hely. Hát még az is lehet, hogy ide beállok szembe a kapuval. Látod a lehetőséget? Jobbra. Persze, hogy látom. Nem, hogy jobbra. Vagy más is látta a lehetőséget, ahogy elnézem. Hadd simogatom meg a buksi fejeckédet. Újra tervez a bácsi. Jó? A második utcán lesz az, hogy jobbra kell menni. Jobbra megyünk, jobbra! Meg is tudom fordítani akár. Nem is tudom, megforduljak, az álljak úgy. Végül is. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Ajjajjajjajjó. Látsz valami lehetőséget visszafordul? Nem kell visszafordul. Csak kérdezem, hogy látsz-e lehetőséget a visszafordulásra? Na, nem jöjjön senki. De vissza kell fordulni. De. Ödös, hogy ember vagy. Újra tervezek. Ide szuperhely lesz az itt nekem. Én úgy gondolom. Na, jól van, újra tervezek, még egyszer utoljára. Balra kell menni a harmadik utcán. Hogy ott mi van? Ott mi van? Hát itt mi van? De jó, beteszem szélére, aztán itt lesz az éjszakánk, 18 óra 10 perc van most kapásból. Így lesz a jó nekem-e. Keresek egy helyet, hogy ki is tudjak szállni, mondjuk itt. És itt lesz az éjszakánk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Mindenkinek minden jót kívánok. A béke legyen veletek!